Hát még egyszer bemutatkoznék, Klacsákné Tóth Ágota vagyok, a Budapesti László Gimnáziumban tanítok matematikát, fizikát és informatikát. A OneNote alkalmazásról lesz szó, röviden bemutatom az alkalmazást azoknak, akik kevésbé ismerik. Tapasztalatom szerint sok ember van, aki kevésbé ismeri ezt az alkalmazást, pedig ott van a számítógépén. Aztán a tavalyi témahét kapcsán megmutatom, hogy hogyan lehet ezt egy projekt irányítására használni, illetve a jövő heti témahét saját projektjére vonatkozóan is megnézzük, hogy hogyan lehet egy ilyen eszközt készíteni. A OneNote asztali verzióját a látható Office verzióban megtaláljuk, tehát akinek van a megfelelő verzió a gépén, annak az offline verzió is megvan, esetleg megkeresheti és a mai előadás után valamilyen módon a tanításban használhatja. Van egy online verzió is, ami szintén mindenki számára hozzáférhető, viszonylag könnyű kezelni, sokféle tartalmat hozzá lehet adni, ami nekünk tanároknak fontos, hogy létezik egy úgynevezett osztályjegyzet füzet, aminek a kezelésével sok változatos tanulási irányítási formát ismerhetünk meg. Hogyan lehet hozzájutni ehhez? Hát például, hogyha van olyan fiókunk, ami pedagógusoknak és diákoknak jár, ez az úgynevezett régi tiszta szoftver helyet kerül bevezetésre, hogy az Office 365 diákoknak és tanároknak a rendelkezésére áll. Az itt látható linken kell regisztrálni. Az oktatási azonosítót, tehát a 7-essel kezdődő bizonyos 11 jegyű számot kell mind a diáknak, mind a tanárnak beírni. Ezzel 1 terabájtos tárhelyet kapunk, és 5 eszközre, akár mobileszközre is le lehet tölteni az asztali Office legújabb változatát, jelen esetben a 2016-os Office csomagot. Lehet online is szerkeszteni a szokásos Office dokumentumokat, illetve megoszthatjuk azokat akár a diákjainkkal, akár pedig egymással. Hogyha ide regisztrálunk, akkor egy edu kezdetű és sulit.hu e-mail címet kapunk, és ide belépve lehet telepíteni az Office 2016-ot, és ezek a szokásos Office programok a rendelkezésükre állnak. Ezáltal egy olyan digitális online jegyzetfüzetet kapunk, ami nagyon sokrétűen használható az oktatásban. Jelen esetben ez a tanárnak a jegyzetfüzete. Itt a diákokat a szokásos módon lehet meghívni, tehát ha ismerjük az e-mail címüket, akkor megoszthatunk velük dokumentumot, és láthatjuk azokat a dolgokat, amiket ők megosztanak velünk. Ennél sokrétűbb az a lehetőség, amit az Office 365 iskolai regisztráció jelent. Ez egy ingyenes dolog, regisztrálni kell az iskola rendszergazdájának. Nagyon sok segítség van most már, sokféle dokumentumot lehet találni arra vonatkozóan, hogy hogyan működik ez a bizonyos regisztráció. Ezáltal az egész iskola, tehát valamennyi tanuló és diák egy egységes levelezőrendszert használhat. Lehet választani az e-mail címnek egy olyan jellegét, ami az iskola arculatát is meghatározhatja. Lehet létrehozni csoportwebhelyeket, nekünk például munkaközösségi webhelyek működnek, illetve bizonyos feladatokra együttműködési felületet. Nálunk például a tankönyv rendelés egy ilyen felületen zajlik, mindenki beírja egy adott online dokumentumba, hogy a következő évben melyik osztálynak milyen tankönyvet szeretne, és ez így roppant jól bevált, és gyorsan megy. Ha egy ilyen iskolai regisztráció létezik az iskolában, ez egy elhatározás kérdése, és nagyon sok iskolában létezik most már Magyarországon, akkor a OneNote lehetőségei kibővülnek, mégpedig ezek a lehetőségek, a pedagógiai lehetőségek, hiszen nem csak olyan lehetőségünk van, hogy egy OneNote jegyzetfüzetet online használunk, illetve megosztunk, hanem két újabb ikon jelenik meg, az egyik az úgynevezett Class Notebook, ami magyarul osztályjegyzetfüzetet jelent, a másik pedig a Microsoft Tanterem, ami angolul Classroom, és ezt a bizonyos Classroomot külön kell bekapcsolni
a rendszergazdának. A mai alkalommal azt nézzük meg, hogy ezt a bizonyos jegyzetfüzetet hogyan lehet használni projektirányításra. Ez a jegyzetfüzet három részből áll. Az egyik része tartalomtár, amely tartalomtárban csak a tanárnak, illetve a tanári joggal felruházott személynek van írási joga. A többi résztvevő az osztályból, ilyen esetben a diákok csak olvasni tudják ezt a felületet. Ja, ide olyan tartalmat érdemes tenni, amit nem szeretnénk, hogy a diákok megváltoztassanak, például a feladatokat, vagy magának a projektnek a leírását. Ezt követi az együttműködési terület, amelyre mind a diákoknak, mind a tanároknak írási joguk van. Ez azt jelenti, hogy ezen a felületen tud mindenki közösen dolgozni. Az osztályjegyzetfüzet kiegészül még úgynevezett tanulói jegyzetfüzettel. Ez azt jelenti, hogy minden gyereknek van egy saját felülete, minden diák csak a saját mappáját látja, a tanár viszont az összes diákét, így az egyes tanulói munkákat a tanár külön megnézheti, illetve értékelheti. Itt látható például a tavalyi hullámok világja digitális témakinyitőről pár képet, de ezeket részletesen is fogom mutatni, úgyhogy erre akkor fogok rájönni. A másik lehetőség az úgynevezett classroom. Ez annyival bővül, hogy van lehetőség beszélgetésre, tehát a kommunikáció azon online és azonnali módon történhet, illetve az értékelés lehetősége az bizonyos szempontból kibővül. Sokat a tartalmat tudunk bevinni, így módon közvetlenül megjelenhetnek YouTube videók, illetve az Office online részében készíthető Sway, vagy a PowerPoint egyik bővítményével készült bemutató az Office Mix, illetve szintén az online Office-szal készült Forms, ami azt jelenti, hogy egy online kitölthető űrlapot is be tudunk szólni. Magába a OneNote-ba a később elmondott módok mellett könnyen bevihetünk bizonyos alkalmazásokkal is tartalmat. Ilyen az Office Lens mobil alkalmazás, amivel közvetlenül le tudunk fényképezni, szinte beszkenelni dokumentumokat, amik azonnal bekerülhetnek a OneNote jegyzetfüzetbe, illetve a OneNote Web Clipper, ami egy böngészőbe tud beépülni, és így módon egyetlen kattintással tudunk a böngészőből a OneNote jegyzetfüzetbe bevinni tartalmat. A OneNote mobil platformokon is rendelkezésre áll, tehát ha mondjuk a gyereknek a leckéjét, vagy bármilyen tartalmat ott kell, hogy megnézzen, akkor mindenféle mobil eszközre le tudja ezt tölteni, ott szerkeszteni tudja, illetve meg tudja tekinteni. A bemutató után akkor rátérnék arra, hogy a digitális témahét tavalyi projektjében hogyan alkalmaznak ezt. A témahetünk címe a Hullámok világa volt, ez egy 11. évfolyamra vonatkozó természettudományi projekt volt. Két osztályt vontunk be, 53 diákot, illetve 4 pedagógus foglalkozott velük. Közülük 2 olyan, és ezt minden évben úgy csináljuk, hogy 2 olyan kollégát vonunk be, aki még sose csinált projektet, illetve nem szervezett ilyen módon oktatást. 3 nap állt a rendelkezésünkre. A projekt az kidolgozott, mint a projekt, ami fent van a digitális téma 7, illetve az NKP oldalán is. Ezt a projektet én dolgoztam ki annak idején, úgyhogy ez egy saját projekt. Elkészítettem ennek az osztálynak a jegyzetfüzetét. Az előbb említett módon 3 részből áll, van egy tartalomtár, az együttműködési terület, és mind az 53 gyereknek névre szólóan külön mappája van, amit csak én látok, ők maguk pedig csak a saját mappájukat látják. Az elektromágneses hullámokat vizsgáltuk meg, és a tartalomtárba került föl minden olyan anyag, ami a projekttel kapcsolatos. Ez nagyon szerencsés, mert nincs
probléma azzal, hogy hol van a nem tudom milyen feladat, hova kell beadni, mikorra kell beadni, nem találom a, stb. Kezdetű kérdéseket nagyon könnyen ki lehet vinni vele. A projekt során minden csoportnak volt egy laptopja. Használtuk a géptermet, voltak tanulók, akik saját laptopot hoztak, illetve iskolai tanulói laptopokkal oldottuk ezt meg. Az 53 gyerek 16 csoportba volt osztva, itt látható a csoportbeosztás. Ők a elektromágneses hullámok 8 csoportjából 2-t kellett, hogy kiválasszanak, feldolgozzák, amit pedig szakértői mozaik formájában a többiekkel megismertessék. Ennek a szakértői mozaiknak a lezajlását lehetett itt látni, melyik csoportnak ki mikor tart előadást. Ugye 53 gyereknél ez nem egy egyszerű dolog, de hogyha minden egyértelműen le van írva, akkor ez könnyen lezajlott. Ugyancsak itt található a csoportok feladatainak az időbeosztása. Itt látható, hogy milyen feladatok vannak, mikor kell beadni, hova kell beadni, és mi a beadásnak a módja. Ez tehát egy tartalompárban van, az azt jelenti, hogy egy olyan helyen, amit a diákok nem tudnak módosítani, de bajba áttehetik, tehát másolni tudják, konkrétan ugye itt látható is ennek a Word file-nak a file formátumot, tehát ezt itt át tudják tenni. Ezt követően itt találhatjuk a feladatokat, például itt van a rádióhullámokra vonatkozó feladat, ami szintén feladat formájában, tehát letölthető Word dokumentum formájában, de itt tovább görgethető formában tartalmazza azokat a IKT eszközök alkalmazását is igénylő érdekes feladatokat, amiket ebben a témában annak a csoportnak, amelyik ezt választotta, meg kellett oldani. Szintén minden feladathoz, például akkor ehhez a feladathoz található egy összesítő táblázat. Kicsit mindent ez van nálam is. Ahol konkrétan erre feladatra összefoglalva táblázatban tartalmazza azt, hogy a feladatnak melyik részfeladatát hova, milyen formátumban és hogyan kell feltölteni. A feladatok követően segédanyagokat tettünk fel nekik. A projekt során a tanulók az elektromágneses hullámok átfogó vizsgálata után egy átfogó témában kellett, hogy újságcikket kidolgozzanak. Ehhez egy olyan eszközt használtak, amit korábban nem ismertek, ez a Canva kiadványtervező. Ennek a használatára vonatkozóan szintén találtak itt egy segédletet, ami alapján meg tudták nézni ezt, hogy hogyan kell regusztrálni, hogyan kell használni, hogyan kell elmenteni. Szintén találtak olyan segédanyagot, ahol láttatták azt, hogy melyik csoport mit választott, milyen feladatot ki kellett tölteniük, illetve a feladatok áttekintését. Ugyancsak itt találtak az értékelőeszközöket. Nagyon fontos, hogy a projekt elején ezek az értékelőeszközök rendelkezésre álltak. Például a folyóirat készítésére áttekintő táblázatot készítettem. Az áttekintő táblázat egy olyan táblázat, amely kategóriánként tartalmazza azokat a kritériumokat, amiket elvárhatunk a folyóirattól, mégpedig 4 oszlopba rendezve a tartalomra vonatkozó, illetve egyéb szempontok szerinti kritériumokat. A tanulók ezzel az eszközzel a készítés folyamán is ellenőrizni tudják, hogy hol tartanak, a cikkjük az amennyire felel meg az adott szempontnak. Szintén erre részre került föl az értékelés. Az értékelésnél ezt a táblázatot egyénenként tettük fel a csoportoknak, kollégáimmal együtt értékeltük. Az azt
jelentette, hogy ugye ez a táblázat nyilvános volt már a feladat elkezdése előtt, de mi ebben a táblázatban színnel jelöltük, hogy az adott csoportnak a folyóirata az egyes kategóriának mennyire felelt meg. Ez egy egész jó munka volt a kettes csoporttól. Hát nem mindenkinek sikerült ilyen jól, de fontos, hogy gyerekek reális visszajelzést kapjanak a munkájukról. Nyilván ez azért ide került föl, és ez ugye a feladat befejezés után került föl, mert szerintem, hogyha a gyerekek később módosítanák, tehát ez a tartomtárba csak a tanár által módosítható felületre került fel. Szintén ide került fel a végtermék, az összes újságcikket egy online okozható formátumú újságba töltöttük fel, amit ilyen esetben a jomag felület mutat meg, hát remélem, hogy így betölti hamar. Tehát itt vannak azok az újságcikkek, amiket a diákok szerkesztettek a Kanva kiadvány szerkesztővel. Ezt egy oldalt megvárok, talán még betölt. Ezek a gyerekek munkái. Hát nagyon büszkék rá, amikor egy ilyen oldal elkészül, ez itt 262 oldal lett az 553 diától. Nézzük az együttműködési területet. Ide kerültek, tehát a csoportoknak a felületei, található a 16 csoportnak a munkája. Itt választották ki, hogy mi az újságcikk témája, tehát egy átfogó témát kellett a megismert hullámok segítségével kidolgozni, ők jelölték be, és ugyancsak ők jelölték be, hogy melyik volt az a kettő elektromágneses hullám, amit feldolgoztak. Ezen kívül itt látható az egyes csoportok feladatmegoldása. Itt például az egyes csoportnak a mikrohullámokra vonatkozó feladat megoldása. Ez a tanuló munkája, és itt van a OneNote-nak egy olyan lehetősége, amit meg kell mutatnom. A nézett gombra kattintva megjelenítjük a szerzőket. Tehát, hogyha én ide rákattintottam, akkor minden egyes bejegyzés mellett itt látható, hogy ki volt az, aki ezt szerkesztette. Így módon akár az is követhető, hogy ki mennyit tett hozzá a csoportnak a munkájához. Ez nyilván azért van így, mert ők regisztrálva vannak a rendszerben, személy szerint hívtam meg őket ebbe a jegyzetfüzetbe. Így módon valamennyi munkájuk nyomon követhető, hogy melyik részt melyik tanuló szerkesztette. Itt találtuk a tanulói felületek. Ez jelen esetben ebben a projektben csak arra szolgált, hogyha találtak valami olyan anyagot, amit meg szerettek volna jegyezni, akkor a későbbi csoportmunkával ide feltették. De itt egyéni munkát így konkrétan nem értékeltünk, hogy a saját munkáját a saját mappájába kellett helyezni, hiszen a csoportmunkájának az értékelése történt meg. Ez volt tehát a tavalyi digitális témahetünk, nagy sikerrel zajlott, és idén is ilyet tervezünk. A mostani felület, az ugye készül a jövő hétre, szintén 3 nap, egy 10. osztállyal fogjuk megnézni, egy 3 területen hogyan változtatja meg a digitális világ a életünket. A OneNote folyamatosan fejlődik, ezért az idei felület egy kicsit másképpen néz ki. A fejlődés abban nyilvánul meg, hogy például nagyon könnyű elhelyezni címkéket, amikkel aztán kereshető a tartalom, illetve be lehet szúrni olyan tartalmakat, amik közvetlenül megjelennek. Itt például egy videót látunk, ami nem a link megnyitása lesz, hanem itt jelen esetben ezen a felületen tud elindulni a videó, és akkor nem kell kimenni a diákoknak erről a felületről, vagy
az előzetes tudás felmérésére egy Microsoft Forms-ot, vagyis egy ilyen quiz-t tettem, ami szintén itt elvégezhető, tehát nem kell kimenni erről a felületről, itt ki tudják tölteni ezt a kérdőívet. A tagolás, egyébként Nádori Gergő ötlete volt ez, hogy ilyen módon tagoljuk valahogy a tananyagot, azt jelenti, hogy ugyanolyan jelrendszer épül fel minden oldal, megjelölöm, hogy mi az a fontos, amit meg kell nézni, mi az, amit ajánlatos elolvasni. Egy jelölő négyzettel jelölöm azt, hogy feladat, ezt ők pipálni tudják, ezért, hogyha az ember ránéz, akkor később is látja, hogy az már kész van, vagy nincsen készen. Itt megjelennek a feladatbeadásának a módjai, és különböző írók, akár linkek, akár képek. Valamennyi lap az a struktúrájú, ez segíti a gyerekeket a tájékozódásban, illetve az eligazodásban. Hát nézzük, hogy lehet létrehozni egy ilyen jegyzetfüzetet, és hogy tudom azt tartalommal megtölteni. A OneNote Office 365 iskolai felületére kell belépni, és ott a OneNote Class Notebook jegyzetfüzetre kell kattintani. Ez a felület, ahol létre tudjuk hozni magát a jegyzetfüzetet. Láthatóan ennek négy panelje van, mi értelemszerűen az első fogjuk most választani. A másik hármat, ha megnézzük, akkor később is hozzá lehet adni tanulót és oktatót is. Ugye itt például a jövő hetire még nincsenek hozzáadva tanulók, hiszen még nem akarom, hogy ezt lássák, majd csak vasárnap este lesz végleges a jegyzetfüzet, és akkor kapják meg azt az e-mailt, ami alapján ők majd be tudnak lépni. Kérem a figyelmet az utolsó linkre. Van egy osztályjegyzetfüzet nevű bővítmény is. Ez a bővítmény az offline OneNote-ba épül be, vagyis abba a verzióba, ami a gépről internet kapcsolat nélkül megnyitható. Én ebbe szoktam dolgozni, egyrészt azért, mert nem áll rendelkezésemre mindig internet kapcsolat, másrészt gyorsabb, ott elkészítem a tartalmat, és aztán szinkronizálom, az azt jelenti, hogy a két jegyzetfüzet, az online, illetve az offline jegyzetfüzet azonos tartalommal fog bírni, és akkor innentől kezdve bármikor megnyitható. Készítünk akkor egy osztályjegyzetfüzetet. Először is meg kell adni a nevét, legyen mondjuk ez téma 7 2017. Láthatóan 7 lépésből fog állni ennek a jegyzetfüzetnek a létrehozása. A tovább gombra kattintunk, és itt láthatjuk, hogy milyen területek lesznek. Ahogyan elhangzott, lesz egy együttműködési terület, amit a tanuló és az oktató is szerkesztheti, lesz egy tartalomtár, amit csak az oktató szerkeszthet, és lesz egy tanulói jegyzetfüzet, ami a tanulóknak a rendelkezésére áll, mindenki a sajátját látja, az oktatóban szerkeszteni és olvasni is tudja. Felvetek egy másik oktatót a következő lépésben. Tovább gombra megyek. De ezt később is megteltem, hogy most nem fogok felvenni kollégát. Ez egy próbajegyzetfüzet lesz, hanem tovább megyünk. És akkor itt fel kell venni a tanulók neveit. A tanulók iskolai Office 365 regisztráció esetén ugye bekerülnek a rendszerbe, és akkor ha egy tanulónak a nevét beírom, akkor több nevet találtunk, de mégsem mondja meg. Konkrétan beírom a keresztnevét is. Ott látjuk, mivel van, és akkor Attilát betesszük a jegyzetfüzetbe, és én módon valamennyi diákot betehetjük, és őt fogom egyedül felvenni, mert bármikor szerkeszthetem és betehetem utána. Amikor létrejön a jegyzetfüzet, valamennyi diák, akit ide felvettem a jegyzetfüzetbe, kap egy e-mailt arról, hogy neki új osztályjegyzetfüzet készült. Így módon akkor ő arra a linkre kattintva elérheti a jegyzetfüzetét. A tanulók saját helyét megtervezhetjük. Automatikusan ezt a négy mappát készíti el.
ezeket testre lehet szabni, de most nekem nem kellene semmi ebből, hanem annyit írok majd nekik, hogy van, lehet nekik saját anyaguk, ahova gyűjtetnek saját anyagukat, és akkor tovább megyünk. Itt láthatjuk a mintát, tehát téma 7 a neve, egy tanuló van felvéve, itt a másik két terület, ha ide kattintok, akkor megnézhetem, hogy a tanulóknak csak a saját anyagok maga lesz, de másra nem is nagyon van szükség, és a létrehozásra kattintunk. Ezáltal elkészül a jegyzetfüzet, e-mail megy valamennyi meghívott számára, ami alapján linket is kap, és a link alapján be tud lépni ebbe a jegyzetfüzetbe. Ez egy kis időt vesz igénybe, de akkor itt ez elkészült, és hogyha én visszamegyek a kezdőlapra, akkor ez a jegyzetfüzet már rendelkezésem rá, sőt, ezt itt is meg tudom nyitni. A megnyitás a OneNote-ban opciót fogom választani. Ez azt jelenti, hogy az offline rendszerbe fog megnyílni. Így módon offline is fogom tudni ezt szerkeszteni. Itt jelent meg ez a témahét, és jelen esetben üres. Én kikapcsoltam az automatikus szinkronizálást, hanem én szoktam személy szerint kézzel szinkronizálni a következő módon. Itt van a főzetünk, téma 7, jobb gomb, és itt lehet beállítani, hogy hogy történjen a szinkronizálás. Be lehet állítani, hogy legyen automatikus, és be lehet állítani, hogy legyen kézi, vagyis én dönthetem el, hogy ez mikor azonosítsa, illetve mikor egyesítse a két jegyzetfüzetet, amit offline, illetve online szerkesztünk. Hát nézzük, hogy adunk hozzá tartalmat. A lap hozzáadásával kattinthatunk arra, hogy keletkezik egy új szakasz. A szakasznak értelemszerűen szakasznak a színét megváltoztathatjuk, és bármit választhatunk, rózsaszín, most akkor legyen mondjuk szürkéskék. Ezáltal ez a szakasz ilyen színű. Ha hozzá szeretnénk tenni lapokat, mint ahogy ott látható volt a különböző feladatok, az értékelési módok, akkor elegendő csak beírni egy nevet, és automatikusan a lapnak a neve az a bizonyos szöveg lesz. Az, hogy első lap, meg is jelent itt, hogy első lap. Ha hozzáadok egy következőt, akkor ezt tagolhatom is, tehát legyen ez mondjuk allap, akkor ide került alá. A jobb gomb segítségével ezt a lapot beljebb tudom húzni, ezáltal egy struktúrát tudok kialakítani. Nézzük, milyen lehetőségeink vannak tartalombeszúrásra. Bárhol kattinthatok, ott elkezdhetek írni, és akkor egy ilyen szövegdobozszerű, mozgatható felület jön létre. Ez a lap végtelen, tehát nincs széle, nem kell beállítani oldalt, semmit. Így módon bárhova elhelyezhetünk tartalmat, a szerkesztése az nagyon egyszerű. Nézzük, hogy miket tudunk beszórni. Be tudunk szórni táblázatot, ami ugye egy tananyag elrendezésre vagy valamiféle struktúrált adat megjelenítésre kiválóan alkalmas. Ezeket be lehet színezni, ezeket a cellákat, és így módon létre tudunk hozni látványos táblázatot. Ezt még egyszer mondom, bárhol helyezhetjük, ahova csak szeretnénk. Beszórhatunk fájlt és fájlnyomatot. Ha fájl mellékletet szúrunk be, az azt jelenti, például itt, ha beszúrok egy rövid Word fájlt, akkor ide teszi ezt a fájlt, amit aztán a tanulók le tudnak tölteni, de meg tudjuk azt is tenni, hogy magának a fájlnak a tartalmát is beszúrja, és ez kényelmes, mert nem kell mindig megnyitni, hanem egyszerűen végig tudjuk lapozni, ugyanazt a fájlt be fogom tenni fájlnyomatba, és ezáltal nem csak a fájl, hanem a fájlnak a tartalma
és láthatóvá válik. Jelen esetben a Microbit programozásáról is lesz szó. Betette ezt a dokumentumot. Ha a gyerek akarja, letölti, ha nem, akkor itt végiglapozza, és el tudja olvasni a tartalmát. Be tudunk tenni értelemszerűen képet. A képet a saját gépről tallózva, az nem mutatom, azt gondolom mindenki ismeri, online képet is, mégpedig a Bing keresővel. Ha beírunk egy keresőszót, akkor a megjelenő képekből kicsit lassúan át kiválasztunk egyet, és akkor ezt beszórhatjuk. Hol tette? Nem lapoztam kellően. Na, még egyszer, akkor ide áttekinthető lesz, hogyha tallapra nézem. És automatikusan bekerült ez a kép. Lehetőség van képernyőrész kivágásra is. Ha mondjuk van egy weblapunk, egész konkrétan mondjuk itt van ez a felhasználói felületünk, a weblapon, és arra kattintok, hogy képernyőrész kivágása, akkor az éppen aktuális weblap jelenik meg, és amely képet onnan kijelölöm, azt automatikusan beteszi ide a OneNote-ba. Tudunk videót beszúrni, mégpedig elég csak a YouTube videó linkjét betenni. Például szükségünk lesz most 3D modellezésre, ezt a videót majd a gyerekeknek meg fogom osztani. Kijelöltem a linkjét, és a OneNote jegyzetfüzet tetszőleges oldalára kattintva a link alapján automatikusan megjelenik a videó, és mint ahogy láttuk, a diákok számára ez közvetlenül az oldalon elindíthatóvá válik. Csinálok egy második lapot, és ezt a bizonyos könyvjelzőzést szeretném megmutatni. Címkének hívják azokat a jeleket, ami alapján nagyon jól tudjuk tagolni a tartalmakat. Itt vannak ezek a címkék. Például itt van ez a bizonyos teendő címke, amit ide inkább beteszek bele. És akkor azt mondom, hogy első beadandó feladat, és akár konkrétan egy ellenőrző listát is csinálhatok, egy feladatot részfeladatokra oszthatok, ami alapján, hogyha a gyerek ugye az pipálja, illetve halad azon a megfelelő úton, akkor látható a továbbhaladása. Ezekre a címkékre közvetlenül rá lehet keresni, hogy tehát ha egy ilyet meg elkészítünk, akkor nem kell laponként megnézni, hogy melyik csoport mit csinált, hanem itt megjelenik az összes az adott címkére vonatkozóan. Rengeteg címke van. Itt láthatjuk, hogy milyenek, de mi is csinálhatunk saját címkét. Elég csak ide menni egy címkét testre szabása, és azt mondjuk, hogy csinálunk egy új címkét, legyen ez mondjuk a 3D modell elkészítése. Ha egy ilyen címkét elkészített, adunk neki egy szimbólumot, tehát most legyen ez a kék karika, akkor például, hogyha ez lesz a feladat, akkor elég lesz nekem ezt a címkét megkeresni. De nem mentettem el. Tehát 3D modell.
használjuk. Most akkor ide került, és hogyha ezt meg szeretném utána nézni, akkor valamennyi jegyzetfüzetre elég lesz az, hogyha én megkeresem azokat a címkéket, amiket bejelöltem, és így módon könnyebb megtalálni a feladatokat. Egy másik nagyon jó lehetőség, amit az online változatban mutatok meg, a matrica beszúrása. Megjelentek ezek a nagyon jó pop-up kis matricák, amelyek testre szabhatók, kezdetben csak ezek a kis gyümölcsök voltak. Tehát bármilyen feladatra adhatunk egy testre szabott értékelést, ami akár gyerekenként változhat, és akkor ez a kis matrica szintén egy olyan visszajelzési lehetőség, ami hát nagyon belassult a netem, ami az értékelésre alkalmas, nagyon sok fajta van, most már a szokásos pipáktól kezdve mindenféle cicamajom egyéb visszajelzésre alkalmas eszköz. Ha tehát elkészült ezzel a jegyzetfüzettel, ugye itt látjuk, most a kiderettem fel mindának új szakaszt, hogy itt volt az együttműködési terület, aztán itt volt a többi a része a jegyzetfüzetnek, akkor ezt a jegyzetfüzetet szinkronizáljuk, még egyszer joggomb, a jegyzetfüzet szinkronizálása, és akkor ilyen esetben ez a jegyzetfüzet, itt látható ez a zöld jel, hogy most szinkronizálásra kerül. Ha piros, az azt jelenti, hogy nincs különbség a kettő között, tehát nincs szükség arra, hogy újra feltöltsük, és akkor ezt a füzetet már a diákok is ugyanúgy látják, ahogy én itt offline megszerkesztettem. Ennyit szerettem volna mondani, szerintem pontosan 3/4 van. Természetesen szöveget is, linket is hasonló módon be lehet szúrni. És hogyha van kérdés, akkor akár a chatfalon.